A szalag átvágását követően birtokba is vehették a megnyitón megjelent klubtagok a nappali ellátó helyiségeit. A Covid-járvány idején körvonalazódott az, hogy a bentlakásos idős otthonban ellátni azokat a 65 év felettieket, akik saját otthonnal rendelkeznek, és csak a nappali ellátást szeretnék igénybe venni, nem igazán szerencsés. Rakamazváros önkormányzata az elmúlt években azon igyekezett, hogy saját tulajdonú, jól megközelíthető helyen tudja biztosítani a nappali ellátást. 2021-ben november végén eldöntötte, hogy egy önálló ingatlanban fogja a jövőben biztosítani, vagy kívánja biztosítani ezt a úgynevezett kötelező szociális alapszolgáltatást. 2021 novemberében egy a település frekventált helyén levő üresen álló ingatlant megvásároltunk önerőből. 2021-ben már az épületnek a tetőhéjazatát kicseréltük. 2022-ben a külső hőszigetelése nyílászárók cseréje folyt az épületnek. 2023-ban belső átalakítás felújítása, 2024-ben pedig a berendezési tárgyak, illetőleg a külső udvar rendbetétele folyt. Tehát ebből lehet látni, hogy évről évre építkeztünk tervszerűen. Az Aranyévek Szociális Gondozási Központ dolgozói igyekeznek a kötelezően előírt gondozási feladatokon túl színes programokkal és az élet egyéb területein segítségnyújtással építeni a közösséget. Az idősek klubjának az a feladata, hogy elsődleges feladata, hogy az időskor okozta hátrányokat csökkentsük. Ideértve az elmagányosodást, izolációt, demenciát, ezeknek a tüneteit minimalizáljuk vagy csökkentsük. Az idejáró időseknek, akik ugye fel tudnak sétálni, lehetőséget biztosítunk különböző foglalkozásokra, mentális egészség megőrzésére, hogy a meglévő képességeiket megtartsák, fejleszék, illetve reményeink szerint a régiekből egy kicsit visszahozzunk. Ezen kívül fizikai ellátásukban is tudunk segíteni, mert előírás, hogy legyen fürdőszoba, mosdóhelység, vasalási lehetőség. Ezen kívül közösségi programok szervezése. Az ünnepélyes átadó Minai Győző a térség országgyűlési képviselője beszédében kiemelte azt, hogy külön öröm, amikor egy település tisztán önerőből tudja fedezni az ilyen jellegű beruházásokat. Azt szokták mondani, hogy a társadalom fokmérője, hogy hogyan gondoskodik az idősekről, amikor már elérjük azt az életkort, hogy esetleg egészségügyi problémák vannak és gondoskodnak rólunk. Itt Rakamazon az idősek otthona jól működik, közel 50-en vannak bent lakásosba, és most a mai napon átadjuk a nappali ellátás zászlós hajóját, ha mondhatom így, hiszen 3000 fő fölött a településeknek kötelező a nappali ellátás is, hogy azokat az időseket fölkeresi egy-egy szociális munkás vagy szociális gondozó, akik még otthon élnek, egyedül vagy együtt élnek, férj és feleség, és gyakorlatilag a nappali ellátásban szakszerűen segítenek. Én azt szeretném még hangsúlyozni, hogy itt Rakamazon példaértékű a szociális ellátórendszer, vagy a gondoskodás politika, de azt is hangsúlyozni kell, hogy az ellátórendszerben a dolgozók az egyik legfontosabb láncszem, az elhivatottság. Május 13-án a központ dolgozói nyílt napra invitálják a 65 év feletti lakosságot annak érdekében, hogy egy közös eszmecsere alkalmával felmérjék az igényeket, és a szakemberek annak mentén alakítsák ki az új épületben a szervezett programot.